Sziasztok srácok, itt is lennénk egy következő kártyás videóval. Kártyákban az erő ugye című sorozat következő része, és akkor a mai csomagban nézzünk valami jó kártyát. Hőved ez van itt ugye, de én szeretnék nyitni valakit innen a store-ból. BPL-ben már rég voltunk, UEFA Champion League, itt van-e valami 7500-ös, és egy ilyen 3000-eset igazából, meglátjuk mit tudunk ezekből nyitni, hát jön valami jó játékos, azért erre is van esély, és Gibbs, na jó, itt már föl is írjuk, jöhetnek ide a linkek, meg ilyesmi, Gibbs, Willian, na itt is BPL, és Hector Moreno, és ugye srácok most Willian köré fogunk éppen egy csapatot, nem szeretnék most mindenkit beletenni a csapatba. Willian megmarad, és akkor ő lesz a játékos, akikor építjük. Mivel ő a legmagasabb értékelésű játékos a csomagok közül, úgyhogy akkor értitek a dolgot. Willian megvan-e nekünk? Hát Willian meg is vettük, srácok, Erembe, jól van. És akkor építsünk egy Bundesliga csapatot, nézzük meg, mit tudunk köré alkotni. Jó, vagy pontosabban BPL-t. Na nézzük a csapatot, Willian jó. Na és akkor egy-két játékos be is teszünk ide, akik nekünk hogy kellenek, így né, Willian oda bejön Shaqiri helyére. És ezekből a játékosokból kéne nekünk válogatni, akik itt vannak a Lumba és BPL-t játszanak. Oké, és akkor srácok, ezzel a csapattal fogunk nekivágni a mérkőzésnek. Willian ott egész jól el van, Rooney jöhet ide a cserepadra, ha úgy van kedvünk be is hozhatjuk akár. Patóról már olyan hírek vannak, hogy visszamegy Brazíliába, de hát miért ne, jó lesz az neki. És egy menedzsert is kap a csapatunk méghozzá. Jó gyerekek, nézzük a csapatunkat, még azért egy-két instrukciót mutatok nektek. Szokásosan ugye a két szélsünk maradjon hátul, és azért ezt a Vallent beteszem emberfogásra, és maradjon hátul, mert csatárki nem nagyon lesz aktív, aztán a Dugbia maradjon középen, és jó lesz az a csapatunk összértékben, gyors játékosokból áll főleg elől, majd ugye Montero 89-es tempó, Willian 89-es és Dumbia 91-es, csak azért pályán Korn itt 77-77 tempó, az a Velan, aki úgy gyengébb, de a többi helyen is jó tempójú játékosok vannak, de Begovic a kapuval, akit én azért szeretek, mert itt van itt magas, és jó kis kapus. Úgyhogy srácok, ezen a csapatunk 80-as rating, 99-es rating, és akkor vágjunk is bele. Nyilván amúgy, hogy én csinálok ilyen csapatokat, nem hosszú távra tervezek velük, de akár ti tervezhettek arra, és ezért például a chemistry-ket használtok nyugodtan. Ne felejtsétek el, sokat tud dobni egy-két játékoson. Na, mi kell nekem? Online tournament, így van. Vágjunk bele egy kupába, és akkor hajrá gyerekek! Jó, Saint City, Barcelona logó, vágjunk bele, fogadd el, így van, elfogadja Barcelona mez, nyilvánvalóan, és akkor ezek szerint valószínűleg BB-vel csapat lesz, nem hiszem, hogy full Barca, és hát remélem, hogy nem full Barca. Jó, Benzema, Norito, Vella, Iniesta, Jordi Alba, Piqué, James, Rakitic, Sergio Ramos, Kameni, Dani Alves, 86-os rating, 100-as összhang, megint egy jobb csapat ellen vagyunk szembe, felállásunk ugyanaz, úgyhogy akkor, ja, jó lesz az. Fölívett labda talán, Willian jó, abba kell adni ezeket a labdákat lassan. Velan szerel keményen, egy lábori lövés felel, hát jó, hát nem. De szabad rugással jövünk, Piqué van ott, jó, na Fernandinho. Az jó lett volna, ha tudok rugni. Csel, ide-oda, balra-jobbra, Rakit is ezt pattam visszámezve fogja rugni. Olyan Begovic, hát azért ez egy kellemes védés volt. Nem hittem volna, hogy most ezt megúszuk. Gól nélkül. Hát úgy tűnik, igen. Az nem jó, Iniesta, oda kéne lépni. Gól, nem te túl csicsázza a szitut. Még nem tudjuk kihozni, hogy bár kéne állni a jó taktikára. De nem sárgával megúsztuk, múltkor azért kaptunk pirosat. Piros, hát az a baj, hogy pirosat kap, pirosat érdemlünk. És Willian, hát gyerek, ennyi volt a főemberünknek. Ott besárgolunk, sajnos. Iniesta fog elrúgni, nem tudunk szerelni. Vagyunk pici szóróba, Dani Alvesnek is jól lövő technikája, meg ilyesmi, és becselezi magát. És igen, ember előnybe van az ellenfél. És még egy gólt is szerez, úgyhogy nagyon vert szitúba vagyunk, de nem adjuk fel, mint soha. Ez belúgta szépen Dani Alves, igen.
Na jó, amúgy is már cserélni akartam meg valamit átrendezni itt. Ója, szép lövés volt Monteirótól, és ott van Dumbia megint! Hát ez gyors volt! Hát most mit mondjak, értitek? 35. perc, 1-1, Dumbia érkezett, meg egy szép lövés Monteirótól egy szép szóló után. Jó kis játékos. Ott rosszul tisztázott mondjuk Piqué, vagy nem tudom ki volt. Hát 35-36. Percben két gólt is volt a mérkőzésen. Így hát 1-1 zálás már. És látok, hogy vége is van a első játékrésznek. 1-1 zálás, jó mérkőzés. A cserék jó jöttek, azt kell mondjam. Hát ezt nem valami boldog, pedig volt, nem ő szerezte. Dabaléta is ott van, és... ja, ez most a statisztika, mert tovább a második játék részel a videó, meg a mérkőzés is. Begovic! Ez most szép fejlés volt, az biztos Újhegyével kitolta. Az, jaj, gond van! Begovic! Hát nem tudom, mi van ez. Jobban véd, mint a Rimando az előző részbe. Az nem jó, nem jó. Hamász, újabb... Most nem bízok Begovicba, hogy ezt is kivédi. Sok lett volna már, igen, nagyon most kicsit... Nyomás alatt volt a csapatunk. Pont azt mondtam, hogy Hamez boldog, talán volt, szomorú az első játékrész végén, most hát, most nem az. Monteiro, gyere, meg lehet az, mi kéne adni. Dumbia, és megvan, 2-2, Seydou Dumbia berúgja, így van, hát micsoda szép kapáslövés volt tőle, Monteiro szépen vissza tudta adni, és hát kapásból ezt így kell, 2-2. Újabb bejövett ladd, ott lett van csak a feles Monteirótól, ha az bemegy, akkor... Hát megveszem, biztos. Aztán... Project. Az nem kellett volna elpasszolni, de így is akár jó lehet. Áááát, Dumbia, nem tudtam, hogy ilyen gyors. Ugye tudtam, csak nem hittem el. Ezt megérdemeltem. Nem rúgtam be a sok helyzetemet, és most... Elnéztem a kapussal. Szegény Begovic. Nem tudom, mit érdemes most csinálni, 3 perc ráadás. A sajnálkozásra nem fogunk hosszabbításra menni. Jó, most akár ez egy el lehet, hogy mennünk kell előre. Hamász, rúg. Jó. És hát srácok, jó mérkőzés volt, ezt most nem érdemeltük meg, hogy kikapjunk szerintem. Jó játszottak a fiataljaink, a gyors játékosaink, a csapat is jó volt, így a cserék után, azért azt úgy mondanám. Dumbia 2 gól szerzett, Montero is kiválóan játszott, úgyhogy valamint most ez így alakult. Meg egy discard fog következni. Jó lesz az, nem baj, reméljük. Nem fogja bedobni az informibrát, mert akkor nem tudom mi van. Messi a csomag elején. Tioté, hát az jó lett volna amúgy. Orlando City is, meg minden dolgok. Jó gyerekek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok megint, találkozunk következő részben, iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg barátaitok között, ha még nem lennétek, és ha még nem osztottatok volna, akkor osszátok meg. Ja. Szóval srácok, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és ide kattintottál, sziasztok!